Még február elején fogadta Cserna Gábor a helyi horgász egyesület vezetőjét, Somfai Rezsőt, akivel többek között egyeztettek egy közös pályázati lehetőségről is. Ennek részeként horgász turisztikai központ kialakítását tervezik Dunaújvárosban. 13 milliárd forintot utalt át a kormányzat a MOHOSZ-nak, a Horgászok Magyarországi Szövetségének, avval, hogy találják meg azokat a településeket, azokat a horgászcentrumokat, ahol ezt a horgászturisztikai pontot meg lehet valósítani. Ez egy nagy volumenű projekt lenne, egy új horgásztanya építésével, amelyik hát több mindennek meg kell feleljen. Egyebek között az ismeretterjesztésnek gondoltunk teret adni, és hatalmas nagy akváriumokon keresztül a Duna élővilágát bemutatni. Ez nem csak a horgászoké, hanem a város polgárai, az iskolások, általános iskolások, középiskolásoknak is egy nagyszerű program lenne. Épp azt beszéltük, hogy tehát egy ilyen Dunaparti séta alkalmával a szoborpark, aztán az épülő vagy létesülő horgásztanyám ennek az akváriumháznak a bemutatásával, és a tanösvény végén pedig hát a felső öböl, ahova terveink szerint egy sás, káka, nádas részt telepítenénk, ahol esetleg vízimadarakat is lehetne betelepíteni. És hát ezekről beszéltünk, hogy milyen feladatokat ró ez a közeljövőben az önkormányzatra, meg ránk, hiszen tavaly március 22-én kötöttünk egy együttműködési szerződést az önkormányzattal, hogy mindketten a saját magunk módján hát igyekszünk megvalósítani ezt az elképzelést. A horgásztanya és csónakikötő is ahhoz a területhez tartozik, amit érintene a fejlesztés. Emellett lehetőséget biztosítanának az ismeretterjesztésnek is. A tervek szerint akváriumokon keresztül bemutatnák a Duna élő világát is. Így nem csak a horgászok látnák, hanem minden érdeklődő bepillantást nyerhetne a Duna élő világának működésébe. Hingyi László a fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, a pályázati keretösszeg 1-2 milliárd forint között van. A terveket már elkészítették, jelenleg a döntést várják. A Horgászszövetségtől kerestek meg a Dunaesői Horgász Egyesületet, Somfai urat, és illetve a polgármester urat kérték fel arra, hogy ki szeretnének adni Dunaújváros horgászatáról egy könyvet. Ugye nagyon régi híres horgászaink voltak annak ide, ezelőtt 50 éves jubileumára egy könyvet szeretnének kiadni, és ezáltal ez is azt mutatja, hogy Dunaújvárosban és környékén nagyon szeretnénk a turizmust fejleszteni. Ehhez lényeges ugye a könyvkiadás is, hogy bemutassa a Dunaújváros horgászatát. Egyeztetve az egyesület vezetőivel szeretnénk létrehozni Dunaújvárosban egy sport versenyhorgászati klubot is, sok amatőr mellett, és ezáltal is különböző országos és nemzetközi versenyen való részvételre. Ennek apropójából már elkezdtük szervezni itt az öbölben, a Dunaújváros öbölben egy nagy nemzetközi horgászversenyt. Ennek is alapja ahhoz, hogy Dunaújvárosban igen komolyan veszik a horgászatot, és ezáltal is szeretnénk ugye a pályázaton részt venni, melyben akkora fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, hogy mint az öböl, mint a szigetnek a turizmusra való átalakítását, fejlesztését új stégekkel, új fogadószobákkal, kiszolgáló egységekkel, és természetesen sok hallal telerakni az öblöt, hogy igenis itt érdemes Dunaújvárosba jönni horgászni. A keretösszeg ugye a nagy kalapban sok pénz van beremélni, előre láthatólag a hírek szerint 1-2 milliárd forint között van ez a beruházási összeg, amit egy pályázat elnyerhet. Eznek mondom függvény annak, hogy miket. A tervek már elkészültek Dunaújvárosban, a részvételre, hogy miket szeretnénk végrehajtani, várjuk a döntéshozókat, hogy pozitívan járjanak el Dunaújváros ügyében. Úgy érzem, hogy Dunaújváros önkormányzata mostanában elég aktívan vesz minden pályázaton. Ezt mondhatom az energetikai beruházás, a sport. Itt ugye mondhatom, hogy a horgász stadion fejlesztések, ugye úgy gondolom, hogy ezen az úton jól járunk, mind a városfejlesztésben, és ehhez kérjük a lakosság türelmét,
mert azon vagyunk, hogy őnekik minél jobb és szebb is élhető legyen Dunai város. Természetesen ehhez munkahelyeket is szeretnénk biztosítani, és nem csak a dunaivárosoknak, hanem az ide költözőknek is, hogy lássák, hogy Dunai város egy olyan frekventált helyen van az ország közepén, ahol bárhova el lehet menni, akár a Balaton, akár Budapest, akár a Hortobágy fele, akár kirándulni, és az innen megközelíthető bármerre. Ingyi László hozzátette, emellett terveznek egy könyvet is megjelentetni, ami a dunaújvárosi horgász életet mutatná be, hiszen ez is jelentősen hozzájárulna a horgász és városturizmus népszerűsítéséhez.